Jó napot kívánok! A mai alkalommal szeretnék egy kicsit az elektromosság kapcsán a mértékegységekkel meg képletekkel foglalkozni. Szeretném egy kicsit így összefoglalni ezeket a képleteket, mert a fizikában nagyon sokszor így szépen logikailag le lehet vezetni különböző képleteket meg mértékegységeket, ha az ember ismer pár ilyen alapvető összefüggést, vagy nem tudom, ilyen alapvető jelenséget, és utána, hogyha az alapvető ilyen kialakul egy ilyen alapvető rendszer, akkor utána a képletekkel csak legózni kell. Tehát így össze lehet pakolászni a képletekből különböző ilyen, ilyen hát más képleteket lehet kitalálni, más képletekhez más mértékegységeket lehet levezetni, <kül> ki lehet következtetni azt, hogy egy új fizikai tulajdonság milyen képlete lesz, milyen mértékegysége lesz az adott egységnek, ami csomó minden, csomó minden segített például, hogy kísérletet hogyan kell tervezni, meg eleve átlátni az egész dolgot tök frankó, és hát én ezt tanulmányém során mindig megsporoltam, úgyhogy most szépen megpróbálok egy ilyen rendszert létrehozni, amivel így nagyjából átláthatóvá válik minden, mindenfajta ilyen árammal kapcsolatos mértékegység. <kül> Bármilyen, hát remélhetőleg Tök sok mindenre fel lehet ezt majd használni. Nem térek majd ki az elektromosságra, és mai alkalommal nem lesz szó a prefixumokról, szóval olyan, hogy gram, kilogram, meg attogram, meg milligram, ilyen átváltásokkal nem kell foglalkozni, mindent SI mértékegységben, alap mértékegységben kell következtetni. Na, akkor legalapvetőbb dolog, ami, amire így, <kül> milyen definíciószerű, az maga a töltés ez egy ilyen természeti jelenség, hogy létrejött a világban egy ilyen elektron nevű kis részecske, elektromos, elektromosan töltött ilyen kis részecske, negatív töltése van, és akkor hát mi, hogy negatív töltés, <coughs> ennek a mértékegysége az, hogy kulomb, ez definíció szerűen, ez olyan, hogy egy elektron zelemi töltés, egy elektronnak a töltése, nem lesznek egyébként számok se, csak így a, csak egy, egy számot felírok, ezt se kell csak ez ilyen rendkívül alap, ez ilyen táblázatos érték, ki kell nézni. 16 10 a mínusz 19-en kulomb. Ez ilyen definíció szerűen ez az elemi töltés. És akkor hát a kulombnak pedig hát nyilván akkor az lesz a definíciója ebből a természeti összefüggésből, hogy, hogy átrendezem a képletet, mert ugye az lesz a lényeg, hogy képleteket fogunk majd kapni, és a képleteket egymásba alakítva lehet majd szépen következtetéseket levonni. Tehát akkor például itt a kulomnál ezt átrendezem az egyenletet, ezt a részét átviszem oda. Túloldalra leosztok vele, és akkor kulomnak a definíciója az mértékegység, az az lesz, hogy magának a mértékegységnek van definíciója, mert ez annyira bézik, tehát ez természeti törvény, hogy 1,6 x 10 a 19. Ez a kulomnak a definíciója. Tehát ez rendkívül bézik. Ez nagyon kicsi, tehát mit tudom, egy mol, az, az avogadró, avogadró, állandó. Az 6 x 10 a 23-on, hogyha egy maroknyi elektront veszek, tehát egy molnyi elektront veszek, ilyen sok darab elektront, darab elektront veszek, akkor ugye megkapom ezt az F betűvel jelölt feredély állandót, ami 96500 nagyjából kulomb. Ezt se kell megjelzni, ezt is csak így ideírtam. Na, ez itt rendkívül alapvető adat, szóval töltés, Q, és akkor mértékegység a kulomb, ami az elektron természeti tulajdonságából adódik. Úgyhogy, ez, 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 így, ezzel nincs mit csinálni. Következő ilyen érdekes jelenség az a feszültség. Feszültségérték, ugye? Majd úgy kéne haladni, hogy itt a feszültségérték, akkor megbeszéljük az áramerősséget, akkor az ellenállást, meg, meg még majd továbbiakat. De akkor a feszültség az mit is jelent? Feszültséget úgy definiálják a fizikában, hogy egy töltés átviteléhez szükséges munkavégzés. Tehát, mit tudom, van egy ilyen rendszer, hogy mit tudom én, itt van egy ilyen valami, nem mondjuk, hogy kondenzátor, de mondjuk akár az is lehet, és itt van benne egy töltés. <kül> mennyi munkát kell végezni, hogy a töltést átjutassam egyik helyről a másikra. Magyarán ezt a munka, a munka azt tehát úgy jelenik meg, hogy duplavé, ez a munka végzés. Mennyi munkát kell elvégezni, hogy, a tölt, hogy egy egységnyi töltést átvigyek egyik helyről a másikra. Tehát munka töltésenként, azt lehet mondani, tehát már is fel lehet írni egy ilyen képletet a feszültségre, hogy munka duplavé. egyezményesen a, mint a work után, munka jelölése, v per q. Q töltés. Már is akkor itt a feszültségnek a képlet az meg, megadható úgy is, hogy munka per, per kulomb. Vagy munka per töltés. Na de akkor mi a munka? Ezt is akkor tovább kéne aprózni kicsit, vagy hogy visszafejteni, hogy honnan ered az, hogy munka. A munka az ugye nem más, mint a erőhatásra, valamit odéptolok, tolok. Valamekkora távolságra. Tehát valameg, itt van ez a kis töltés, erőt, erőt fejtek ki rá, mondjuk egy akkora erőt fejtek ki rá, az erőt azt egy nyilla a szokás jelölni, tehát tolom a kis kezemmel, megtolom, és hogy mekkora távolságra tolom, ez a távolság lesz itt. Ekkora távolságra eltolom, és akkor erőt fejtek ki egy ekkora távolságon. És akkor itt rögtön ez nagyon jó, mert itt már meg is jelenik a méter. És akkor majd meglátjuk, hogy a ugye azt mindenki tudja, hogy ennek a feszültségnek volt, volt a mértékegysége. De mi a pék az a volt? Ezt szeretnénk kideríteni elsősorban, vagy többek közt. És akkor, tehát akkor nyilván akkor itt látszik, hogy a feszültség az munka per töltés, itt van a munka, a munkához kell az erő, meg a távolság, ahova eltolom a valamilyen erővel a valamit. De akkor mi az az erő? Ugye az erőt azt newton lehet tudni, hogy az F az egyenlő m a m szera. Ugye, akkor itt megjelenik a tömeg, ez nagyon jó, tehát ez kilogram. Ugye ez, ez, már nem is kell rajta gondolkodni, mindenki tudja, hogy kilogramról van szó, kilogrammonként mérik a tömeget, ez az esi mértékegysége. És akkor mi, va, mi az az A? Az A az nem más, mint egyébként kicsit deriválni kell, de most nem kell itt ezt elvégezni, csak a mértékegysége miatt sebesség változása az időben. Ugye a sebességre azt lehet tudni, hogy v egyenlő s per t. Tehát megtett út, idő, ami azt jelenti, hogy méter per az, egység, az a másodperc, t elemi egység az a másodperc, tehát méter per szekundum. Durván azt lehet mondani, hogyha az át vesszük, ez is ilyen rendkívül alapdefiníció, ha az át vesszük, akkor annak mi lesz a mértékegység, akkor ide be lehet írni, hogy méter per szekundum per szekundum. Magyarán ezt fel lehet írni, úgyhogy az a a mértékegysége méter per szekundum négyzet. Itt egy kicsit bonyolultabb az összefüggés, de az a lényeg, hogy itt méter per szekundum, itt van a V, méter per szekundum, itt van a T, még egyszer elosztom szekundummal, és abból lesz az, hogy méter per szekundum négyzet. Tehát akkor mi következik ebből? Az következik ebből, hogy ha ezt így felírom, akkor az F-nek, hova írjam? F-nek a mértékegysége az kilogram szor méter per szekundum négyzet. Ez következik, hát ezt nevezik Newtonnak. És akkor ugye már is sikerül definiálni egy ilyen alapvető jelenséget, ugye newton azt sem tudja senki, hogy mi az, hogy Newton. Úristen, az egy ember, hát nem mértékegység. newton ezt vissza lehet bontani, ez nem más, mint kilogram szor méter per szekundum négyzet. Ezt lehet alkalmazni. Tehát akkor ezt itt fel lehet írni úgy, hogy a munkának lehet a mértékegysége, a munkának lehet a mértékegysége, nem más, mint Newton méter. Ugye, mert a távolság az méter. Newton méter. Vagy fel lehet írni a munkának, és akkor ugye hát fel lehet írni azt is, ugye ez, ez maga, akkor ez egy zsúl ezt nevezik egyébként Zsulnak, és akkor megint, megint itt van, hogy a Zsul, mi a pék az a Zsul, azt sem tudom ki az a Zsul, biztos az is egy ember, de mit jelent az Zsul, akkor gyakorlatilag fejtjük ki, ki lehet fejteni azt, hogy kilogram szor méter per szekundum négyzet, ugye itt van a newton, szorozva méter. Tehát, hogyha ki akarod írni a Zsulnak a képletét, vagy a Zsulnak a mértékegységét, az nem más, mint kilogram szor méter négyzet per szekundum négyzet. Ez így jön ki. És akkor már is ez, ez, az egy zsúl. Magyarán a munkának, meg az energiának is egyébként a mértékegysége. Szóval a munka meg az energia az gyakorlatilag ugyanannak tekinthető. Tehát majd később akkor át lehet váltani ez kilowatt órára, meg mindjárt majd megjelenik a kilowatt is, meg mindenféle hülyeség, hogy azok mik. De akkor haladjunk tovább. Tehát akkor, hogy lehet ezt szépen így definiálni, és akkor ugye, hát itt a, a C az még mindig egy ilyen elemi mértékegység, de majd lehet választani, hogy melyiket akarod ilyen eleminek választani. Szóval itt van a V. Ezt be lehet írni oda, de akkor itt még, egy, még egyet lépjünk tovább. Beszéljünk egy kicsit az áramerősségről is. hogy lehet definiálni? Az áramerősség az nem más, mint a töltések áthaladása. Tehát, hogy Időegység alatt a töltések áthaladása. Hány töltés halad át? Időegység alatt. Tehát itt szépen, itt mennek így a töltések, abba az irányba. Még ezt is fel lehet írni, itt mennek így, vándorolnak szépen a kis Q töltések. És az áram az áramlásnak az a definíciója, hogy töltés, áthaladás időegységenként. Tehát Q per t. Ugye ez már is akkor ez itt, itt van, én egyébként először úgy találkoztam ezzel a képlettel, hogy q egyenlő i szer t. Ugye? És akkor ennek a mértékegység az amper. Tehát gyakorlatilag ez a... Tehát azt lehet mondani, hogy kulomb, per szekundum töltések áthaladása az maga az amper. És akkor itt most lehet választani, hogy igazából neked melyik a szimpatikusabb, mint ilyen elemi cucc. Tehát, hogyha amperrel szeretnél számolgatni, akkor rögtön akkor azt csinálod, hogy akkor itt van, hogy kulomb per szekundum, akkor az az amper. Ez is egy ilyen nagyon alapvető ilyen jelenség, ugye a kulomból következik, időegységenként, de ha te kulombot szeretnél írogatni a képletekben, mert akkor ezt fel lehet írni úgy, ezt fel lehet akár úgy is írni, hogy ugye felírom rögtön ezt az értéket, tehát itt ezt meg lehet adni úgy, hogy joule, ezt meg lehet adni úgy, hogy zsul per kulomb, és akkor itt végig, tehát ezt nem lehet itt megsemmisíteni, tehát ez mindenképp itt kulombbal fogsz menni akkor, vagy pedig, ha nem akarsz kulombot itt, akkor át lehet váltani, hogy amperszer szekundum. Tehát ugye amper, ez itt az amper, szer szekundum. Így is lehet ezt definiálni. Amper, -szer szekundum, itt felszorzok, az a kulomb. Tehát ezt át lehet úgy is írni, hogy zsúl per kulomb vagy mi a szar zsúl, amper szekundum. Szóval itt nem, nem fogod tudni elkerülni, itt lehet variálni, hogy melyiket akarod választani, egy kulomb fontosabb neked a számolások szempontjából, vagy pedig az amper igazából. És ebből fakadóan ez még mindig egy volt. Tehát ez továbbra is mindegy mind egy volt, ami itt van. Egy volt. De hogyha ezt tényleg esiben akarod kiírni, ugye az a lényeg, hogy az esinél kilogramm, méter, szekundumok jelenjenek meg, de a kulombot meg az ampert azt nem lehet kiütni teljesen, hanem választani lehet, hogy kulombot vagy ampert akarsz. Tehát, hogy ki akarod írni, hogy egy volt az mennyi, akkor szépen fel kell írni oda, hogy kilogramm szor méter négyzet per szekundum négyzet törve, és akkor itt választod, hogy vagy beírod oda, hogy C, vagy beírod az amper szekundum azért írom be most az amper mert akkor ugye, ez itt még így néz ki az emeletes tört. Ezt át lehet rendezni, ugye az egyes az felkerül oda, tehát így megfordítom ezt az alsó tört, tehát így megfordítom, átfordítom ide. Így kell csinálni, ebből az következik. Kilogram, méter négyzet, per szekundum négyzet, szorozva, 1 per amper szekundummal. Tehát a voltnak a mértékegysége az nem más, mint kilogram szor méter négyzet per szekundum a harmadikon szorozva amper. Ha nem tévedek. Ez maga a volt. És hát ugye soha senki nem tudja, mi az, hogy volt. Úristen, nem tudom, mi az, hogy volt. És nehéz is következtetni. Tehát, ha voltal akarsz valamit számolni, valami akármilyen egyenletben megjelenik a volt, akkor ugye kicsit meg van rökönyödve az ember, hogy nem tudja, hogy honnan ered az, hogy volt, és nem tudja plána, hogy mi a mértékegység, mert a mértékegység esélyben az ilyen rendkívül bonyolult hülyeség. Vagy pedig, vagy pedig kilogram, hát vagy pedig, úgy néz ki, hogy kilogram méter négyzet per szekundum négyzet szercé. c. Mi nem a fénysebesség, hanem kulomb. Szóval így lehet definiálni a voltot. ugye, ja, akkor ugyanígy ezt meg lehet csinálni, az, és akkor ez a helyzet. És ugye eddig, eddig csak annyi történt, hogy fizikailag elme, elmeséltük azt, hogy mi történik a kis töltésekkel, hogy áramerősség, töltések vándorlása időegységenként, tehát hány töltés vándorol át időegységenként, ezt nevezzük ampernak, feszültség, hogy mennyi munkát kell végezni, hogy egy töltést egyik helyről a másikra vigyünk, Ugye ebből majd később le lehet vezetni ilyen egyebeket, hogy mit tudom én, ha mondjuk megjelennek ilyen random értékek, hogy milyen ellenállás, milyen hosszú szakaszon, milyen keresztmetszetű, tehát hogy ilyen más kiterjed, ilyen fizikai kiterjedésű jelenségek is megjelennek, akkor, akkor ebb, ebből szépen itt le lehet vezetni ezeket a ezeket a tehát lehet következtetni, hogy ott milyen távolságok vannak, milyen időegységek vannak, milyen tömegek vannak, stb. Erre egyenlő az ellenállás U per I. Ez ugye ohm törvény, ez ilyen nagyon alap, ugye ennek a mértékegység az ohm. Ha nagyon muszáj, akkor tehát ezt is fel lehet írni, is vannak mértéke SI mértékegységei ennek alapján próbáljuk meg akkor rögtön felírni, tehát R egyelő U peri. Ugye mit jelent az, hogy ohm? Először fel kell írni a volt, voltat, mert ugye itt feszültségben van, tehát volt per amper. Tehát ez, ez gyakorlatilag volt per amper. Amer, amper. Tehát akkor csak be kell másolni szépen vakon ezeket a dolgokat. Kilogram, szor, méter, négyzet, per szekundum a harmadikon szor amper, most ugye nyilván ezt a képet használom, mert itt a eleve amper jelenik meg, osztva amper per egy. Alsó törtet így megfordítom, ide írom mellé, és akkor rögtön, itt szorzás van, rögtön meg is jelenik az, hogy maga az zoom az nem más, mint kilogram, szor, méter, négyzet, per szekundum a harmadikon, szorozva amper négyzet. Itt már teljesen el lehet veszni egyébként a, a mértékegységben, tehát hogy jön ez ki. Ugye, és akkor ez annyira bonyolult, hogy akkor jó, akkor ez legyen óm. És akkor ennyi az egész, így tudtuk. De most már lehet érezni azt, hogy ez van mögött, tehát e mögött a kis fura jel mögött, ez a gondolatmenet van, szépen megbújva. És akkor hát innentől kezdve már bárhogy lehet rendezgetni, és akkor mértékegységeket ennek megfelelően lehet itt igazgatni. Beszéljünk még akkor a teljesítményről. Elektromos teljesítmény is akkor lehetséges, tehát elektromos teljesítmény az nem más, mint a mennyi munkát tudok végrehajtani másodpercenként. Ha nagy teljesítményű vagyok, akkor sok munkát elvégzek másodpercenként, tehát akkor lehet azt mondani, hogy lehet azt mondani, hogy dupla V időegységenként. Véletlen tudom, hogy a teljesítmény mértékegysége a watt. Mi a szar az a watt? Tesszük fel a kérdést, nem, nem más a watt, mint a... Itt van, hogy dupla V, F szeres. Itt már szépen kijött valahol, hogy dupla nek ugye zsúl. lehet úgy is mondani, a watt az nem más, mint a zsúl szekundum. Marha jó, örülünk neki. Mi az a zsúl? Nem tudjuk. <kül> De hát akkor itt ezt fel lehet írni, hogy ez kilogram szor méter négyzet per szekundum négyzet törve szekundummal. Tehát ez maga itt a dupla ez már itt szépen kijött, ez maga egyébként a zsúl. Osztva szekundummal, tehát megint az fel lehet itt szépen, ugye ez így osztva van egyel, tehát Ugye? Yeah. Ha ezt itt szépen felszorzok, akkor ez kiadja azt, hogy kilogram méter négyzet per szekundum a harmadikon. Ez maga a teljesítmény, tehát ez a watt. Remélem. Na. Ezt akár úgy is fel lehet írni, és akkor most, most, már elég sok képlettel rendelkezünk, hogy kb. bármit le lehessen vezetni. Még talán, talán még lehet egy ilyen alap, alap dolgot felvázolni, hogy elektromos erőtér, tehát hogy, hogy például egy kondenzátor van, és akkor ide, valamilyen U feszültség különbséget, ilyen potenciál különbséget kapcsolunk, ami egy energiát jelent, vagy egy ilyen potenciál különbséget jelent, egy energiát, hogy mennyi munkát fejtünk ott ki, hogy a töltéseket átvisszük egyik helyről a másikra, ugye akkor itt meg, megjelenik egy ilyen elektromos erőtér, és akkor ez, ez az E betű, maga az elektromos erőtér, Ezt úgy definiáljuk, hogy az elektromos erőtér az, a, az az erő, ami ott a töltéseket mozgatja. Tehát azt fel lehet írni úgy, hogy F per Q. Így, így is fel lehet írni. Vagy pedig fel lehet írni azt, hogy, ugye itt még fontos a távolság, tehát ebből majd kijön az, hogy itt az F-ből következik mindenféle távolságértés, de távolság távolságérték ezt át lehet rendezni majd úgy, hogy U per S ez az S távolság. Ez, ez csak záró zárójelbe ideírom, mert nekem fontos ez az e betű is. De ezzel majd később foglalkozunk, ez most így nincs jelentősége. De például, akkor itt, itt, most lehet akkor következtetni különböző ilyen képletekre. Tehát nézzük meg akkor, hogy lehet még felírni a P-t. P-t azt még fel lehet írni úgy, hogy beírom, használtam azt is, hogy ezt a, ezt a képletet átrendezem. q U. Q U, per t. Így is fel lehet írni egyébként. Tehát, hogyha más adataim vannak, akkor így is fel lehet írni a teljesítményt adott esetben. Ezt itt érdemes lenne levezetni, vajon? talán annyit elég elmondani, hogy maga ez az elektromos erőtér, az úgy definiálható, hogy a Q töltése ható erő, Q töltése ható erő, magyarán, hát igazából, úgy jelenik itt meg ez az U, konkrétan az U egyenlő W per Q, ezt a V-t át lehet írni F szeresre, és akkor maga, ez a, tehát maga ez az E betű, ez a definíciója annak, hogy ennek a részének itt, de ezt a részét, ezt az F per q ezt át lehet rendezni, ezt ki lehet fejezni úgy, hogy U per S, itt elosztok s -sel. És akkor így kapom meg azt, ezt az összefüggést. Tehát igazából lehet ezt így tekinteni, hogy az E betűt figyeljük, és akkor ezt az oldalát nézzük, de akkor az E-t úgy is fel lehet írni, hogy az E az egyenlő úperes. Tehát... Nem tudom, hogy... Remélem, itt nem, nem követtem el nagyon nagy csacsiságokat, de ezt is meg lehet itt, itt adni, tehát ugye ez azért fontos, mert ez... Ez egy ilyen megjelenő erőtér itt, hogyha itt ide, ide kerül valahogy egy ilyen kis töltés, és itt ki van alakítva egy ilyen potenciál különbség, akkor ez erre a kis töltés egy erő fog hatni. És akkor hát attól függően, hogy milyen erő hat erre a kis töltés, akkor abból definiálhatom akár ezt a térerősséget is, amit megfigyelhető, vagy oda-vissza. Tehát így nagyon sokféleképpen lehet használni ezeket a... Én kreatívan lehet így rendezgálni, meg pakolgatni ezeket az egyenleteket a fizikában. Na mindegy, ezt csak azért írtam fel, hogy ez is egy ilyen eszköz, ebből is lehet majd szépen következtetéseket levonni. Mert például akkor, hogy, hogy lehet felírni például a munkavégzést? Ugye most, vagy például az energiát, ugye, amikor órákat mond az ember, most ugye nem beszélünk prefixumokra, tehát wattórákról beszélünk. Például, például az elektromos energia, tehát ez a wattóra, ugye, Megszokták adni például a gépeknél, hogy mekkora a teljesítménye egy, egy gépnek. Mekkora a teljesítménye egy gépnek, és azt szokták mondani, hogy itt van egy motor, ami 1000 wattos. Vagy például a tápad, tápod, ami a gépben van, az 1000 wattos. Itt most kicsit, összekavarod, kicsit össze lehet kavarodni, mert egy dupla vél a vatnak és a munkának is. De hogyha például ezt a motort te valahány, olyan, egy óráig használod, akkor, akkor munkát végzel vele. Nyilván a, do, a motor az munkát végezte. Tehát, hogyha itt beszorzod a tével, akkor megkapod a, a munkavégzést. Te PSRT. Ja, tehát itt van PSRT egyelő a munka. Tehát, hogyha, tehát, hogyha te a, egy motort, egy valamekkora a teljesítményű motort, egy 1000 wattos motort, órákon keresztül működtetsz, akkor munkát végzel vele, tehát energiát fogyasztasz. Ugye a munka az ekvivalens szint az energiával, tehát maga az a definíciója az energiának, hogy munkavégző képesség. Tehát ameddig van energiád, akkor azt átalakíthatod munkává. Most ilyen hatásfokokról ne is beszéljünk, de létező rendelkezés zsúlokkal, sok zsúl energiával, vagy kilogzsúllal, vagy kilowattórával vagy wattórával, ugye ebből következik az, hogy az energiának, ugye itt, itt, majd lehet azt is csinálni, hogy át lehet szávolni ezt watt szekundumra. Tehát a zsúl az nem más, mint zsúl az nem más, mint a watt szor szekundum. Szekundumot ugye itt már prefixumozni kéne, át lehet váltani órára. Mit tudom én, egy szekundum hány óra? Megszorzod, és akkor majd kijön, kijön valami olyasmi, 3,6 vagy nem tudom, tehát ilyen random számok itt megjelennek, de ettől most tekintsünk el. Tehát itt át lehet ezt váltani, akkor zsúl, lehet kapni, vagy meghagyhatod vadba, és akkor ezt átváltod vattórára, ezt elosztod még ezerrel, akkor kilowattot kapsz, kilovattóra, tehát itt már energiákkal lehet szépen számolgatni, de akkor nézzük, hogy hogyan jön ez ki, mi hogyan, hogyan lehet felírni egyáltalán a, az energiát, vagy a munkát bár, bárhogy fel lehet írni. Fel lehet írni például ebből az egyenletből, úgyhogy hogy U per S, és akkor egyébként mindjárt megnézzük azt is, hogyha felírom mondjuk többféleképpen ezt a cuccot, akkor ugyanaz a prefixum, ugyanaz a végeredmény jön -e ki bizonyára. Tehát fel lehet írni ezt, tehát W ez azt jelenti, hogy feszültség egy bizonyos távolságon. melyiket, melyiket le, mondjuk P. P az itt van, mondjuk a P, ahhoz kell Q meg U. Szorozva Q-val, szorozva S-sel. Ugye ebből jött, tehát itt a W U-szor Q szorozva hmm Tehát itt például ebben megfigyelhető, hogy itt van a f, f-szeres, az f-et fel lehet úgy írni, ez maga a munka, de az f-et azt fel lehet úgy írni, ebből a képletből, hogy kúszorú peres. És akkor e ezt feleti így. Na, akkor most ezt nézzük meg, akkor mi lesz ennek a mértékegysége, ki jön -e ebbe? Most egy ilyen tök random, csak így összeválogattam egy random ez, ezt az egyenletet, meg ezt az egyenletet kívántam felhasználni, mert mit tudom, kimértem valahol, hogy hogy mit tudom én itt, ugye ekkora szakaszon, ekkora elektromos térerősséget mértem, és az elektromos térerősség hatására mit tudom, elmozdult valami kis darabka, és akkor mégis mekkora munkát hajtottam végre. Valahogy így jön ki most ez a képlet, vagy ez, ez a gondolatmenet mögötte. Csak az a lényeg, hogy csak így random összeválogattam két egyenletet, és abból írtam fel, hogy lehet ezt felírni. U. Nézzük akkor a mértékegységét az U-nak. Az u itt van a mértékegysége. Kilogram szor méter négyzet per szekundum a harmadikon szor amper, szorozva szekundum per egy, vagy nem, nem, szekundum, ez távolság s. Hoppá. De, de mindegy jó. Ez, az akkor itt méter. Méter per egy. Szorozva Q-nak mi a mértékegysége? Az ugye itt, itt, itt meg lehet kapni, ebből lehet megkapni például itt a Q-nak a mértékegységét, amperszer szekundum, szorozva távolság, ez is ugye egy távolság, ez két távolság, szorozva M. Nézzük, hogy ebből mi jön ki, ugye minek kell kijönnie, zsúlnak kell kijönnie. Tehát hol a zsúl? Itt valahol megjelenik a zsúl. Itt van, itt van egy zsúl, ennek kell kijönnie. Igen. Tehát ez itt maga egy zsúl érték. Oké, okay, hogy ez itt most itt a vad számolgatásánál van, de mindegy zsúlnak kell kijönnie. Kilogramszor szor méter négyzet. Ezt itt fel lehet egyébként úgy szorozni, hogy oda az M. Ide alulra jön az M, ide jön fel az egyes. S a harmadikon szorozva. Amper szer szekundum szor m. Ezt így lehet kb. felírni. Méter négyzet, itt kiüti egymást a méter. De igazából a négyzet az továbbra is ott marad, szóval méter négyzet. Szekundum az kiesik, itt négyzet marad. És akkor kilogram. Itt alul még itt van egy A. a két A is kiüti egymást, ezért tűnik el. M négyzet. S szer. Ennyi. Nincs több, nincs pont. Tehát egy ilyen teljesen random, teljesen random képletből is ki lehet számolni az energiát, magyarán a munkavégző képességet. Egy ilyen full, full, random cuccból összeválogatott dolog, és mégiscsak kijön a, a képlet. <kül> Na. És ugye akkor itt még teljesen, teljesen szabadjára lehet engedni a fantáziát, tehát mit tudom én, feszültség, kicsit, a, kicsit az ellenállást máshogy akarod felírni, ert azt úgy is fel lehet írni, hogy úper, mit tudom én, Cooper T ezt fel lehet szorozni. el, R egyenlő. Hogy van? Scooperti, ez a főtört vonal. Úszor. Ugye? Yeah. T per Q. Így is fel lehet írni. Ez is ez is teljesen jól működő egyenlete a, a az ellenállásnak. Kipróbál, ezt is levezessük itt, vagy ezt is kiszámoljuk, hogy kijön az ellenállásnak a képlete, hol az ellenállás képlete. Ez itt az ohm jelölése, nézzük, hogy ez kiadja-e. Kicsit már kezd firka lenni az ábra. Próbálnál akarni a hülyeséget. Az új értéke, itt meg van adva az u valahol, ez itt, ez itt még mindig az U. Magyar ezt azt is lehet mondani, hogy volt volt szekundum, kulom, volt szekundum per kulomb. Úgy is ki lehet írni a, a ellenállást. De írjuk ki rendesen, hogy visszaadja ezt, tehát kilogram méter négyzet per szekundum négyzet szer kulomb, vagy inkább szekundum köb és amper. szorozva szekundummal, itt a t, alul van a q, ami, a, ami nem más, mint amper vagy kulomb, de amper ebben az esetben per anyád, már kicsit amper per szekundum főtört van, ide felviszem az est, ide leviszem az át megszűnik a főtört vonal itt egy szekundum négyzet van, ez kiesik, tehát akkor itt egy sima es marad, és amper négyzet. kicsit gáz. Hm. Hadd írjam ki még egyszer. per q szor T. Elvileg ezt át lehet rendezni, ha nem, akkor, akkor, sajnos nem. Kicsit lemásom innen a dolgokat. Kilogram méter négyzet. amper, ez itt csak az U, van egy főtört vonal, mert ez meg van szorozva s mint szekundummal. Szerintem nem tudok törtet rendezni rendesen. Pedig, T. pedig elvileg ezt így kell. Alul pedig mi van? Q. Hú, az nem más, mint a... Igazából lehet, hogy most ilyen elvi hibát csinálok, hogy nem... lehet, hogy önmagára hivatkozó képletet vezetek be, de mindegy. Azért próbálgatom. t Q, Amperszer szekundum. Ez mint tör van egyel, tehát akkor ezt feledjünk ide. Nem tudok törtet rendezni, az a helyzet. <tört> Ezt csak simán ide kell írni. Ja, ez megy, ez megy ide fentre. Kicsit, kicsit gányom, itt írok. U T per Q. tehát lehet írni, hogy kilogram méter négyzet per szekundum harmadikon szor amper. Itt el van osztva amper szer szekundum per egyel ide felmegy az 1 per amper szekundum. Na, így lesz jó szerintem. És itt meg van még szorozva a tével, tehát itt van az S. Itt helyben esik ki a két S, megjelenik az amper, és azt kapom kilogram méter négyzet per szekundum a harmadikon szor amper négyzet. Tehát kijön az o, és ez, ez maga az o. ha minden igaz. Itt van az o. Kilogramm, méter négyzet, a köbön, A négyzet. Kilogram, méter négyzet, a köbön, A négyzet. Ezt meg lehet csinálni akkor. Tehát bármi, bármelyik képlet, ami itt van, bármit, bármivel ki lehet fejezni, bármit ki lehet találni. Itt ki lehet fejezni úgy, hogy az itt is ki lehet fejezni úgy, például ha olyan kedved van, i, W per U, dupla per u, Gyárt átrendezem itt, dupla v per u az a q, ide beírom, hogy dupla v per u per t, itt megjelenik a t, mondjuk használom ezt, per dupla v per p. Per dupla v per p. Kicsit, kicsit random, random felírás, ugye rögtön szerencsénk van, mert akkor itt történik egy ilyen jelenség, hogy dupla v, két munka kiüti egymást, tehát az i kifejezhető úgy, hogy P szer P -per -u. P -per -u. Soha nem gondolná az ember, hogy ez kifejezhető úgy, hogy P per U. Vagy az áramerősség. Teljesítménnyel. Te áramerősséget a teljesítményből, meg a feszültségből is ki tud számolni. Tehát elvileg bármit ki tud számolni, ami csak számodra szimpatikus, ha ismered ezeket az alapösszefüggéseket itt. És nem cseszed el a számolásokat, meg a ide-oda rendezgetést. Na, nagyjából ennyit szerettem volna így mai alkalommal összefoglalni. Tehát látszik az, hogy ha pár ilyen alapvető, alapvető dolgot így megjegyez az ember, ilyen alapvető dolgokat, és meg, meg, megérti, hogy honnan jönnek ezek a kis prefixumok, akkor utána lehetősége nyílik arra, hogy bármit bármibe behelyettesítsen, és bármit bármiből kihelyettesítsen. Tehát így kinyílik hirtelen a fizika, és így bármihez hozzáférsz. Bármit kigondolta volna, hogy például a áramerősséget te meghatározhatod egy teljesítmény, meg egy feszültség értékből, vagy az ellenállást meghatározhatod feszültség, idő, meg töltés értékből. Tehát így hirtelen nagyon sok lehetőséget, nagyon sok ötletet adhat, vagy sokféle ilyen szemléletmódot adhat, hogyha az ember így elkezd játszani a mértékegységekkel, meg a képletekkel. És persze, hogyha így nagyjából tudod, hogy milyen mértékegység, milyen képlettel írható le, akkor mindennek meg tudod határozni így a... Szépen mindent vissza tudsz vezetni ide az alapokig, hogy a mértékegységét meg tud határozni. Na, ennyi lett volna a videó. Na csá! Illetve viszontlátásra.